Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a Kocka el van vetve mai epizódjában a társas navigátornak köszönhetően a Wayfinders-t fogom nektek bemutatni. A tavalyi Essen-i játékvásáron a pénteki napon csak játékokat próbáltam ki, semmi más nem csináltam. Elég sok játékot próbáltam ki, és a nap végére eléggé elfáradtam, és nagyjából 17 óra 30 magasságában az utolsó játék, amit aznap kipróbáltam, a Pandasaurus strandjánál a Wayfinders volt. Hallottam már előtte is róla, de volt rá lehetőség, hogy kipróbáljam, megnézem a játékot. Nekem tetszett, és most kihoztam, megkaptuk a társas navigátortól, teszteltük, játszottunk vele, és ebben a mai epizódban elmondom nektek a véleményemet a játékról. A Wayfinders nem egy túl bonyolult és nem egy nagy dobozos játék. Alapjában ugye két mechanizmusra épül. Az egyik az az, hogy munkásokat helyezünk el erőforrásokért, és ugyanúgy, mint például a Manhattan Projectbe, az egyik körünkbe azt mondhatjuk, ahelyett, hogy munkás helyeznénk el, hogy visszaszedem a már lent lévő munkásaimat, és ekkor kapunk nyersanyagokat, és itt jön be a játék másik mechanizmusa. Ezekből a nyersanyagokból a modulális táblán tudjuk mozgatni a repülőnket, a mozgásoknak ára van, és minden egyes lapkán van egy sziget, ezeken a szigeteken hangárokat építhetünk, és a játék végén azokért a szigetekért, ahol a hangárokat építettünk, különböző feltételek teljesülése esetén győzelmi pontokat kapunk. Fix győzelmi pontot, vagy változót. Úgyhogy a játék nem túl bonyolult. Az, hogy működik, hogy milyen jó, azt majd szokás szerint az epizód végén az értékelésben elmondom. Most először nézzük meg, hogy mi van a dobozban, utána megint megpróbálom röviden és a teljesség igénye nélkül elmagyarázni a játék szabályait, és aztán jön a végén az értékelés. Nézzük is meg, hogy mi van a Wayfinders dobozában. Ha kinyitjuk a Wayfinders dobozát, akkor először is az angol nyelvű szabálykönyvvel találkozunk. Egy nagyon egyszerű, de átlátható minimalista dizájnú szabálykönyv. Egyből egy komponenslista képpel, egy felrakási útmutató, mi a játék célja, hogyan működik a játék, hogyan számoljuk ki a győzelmi pontjainkat a játék végén, és az utolsó lapon egy kis szimbólummagyarázat és két játékvariáns. Egy erőforrás tábla, ugye ide fogjuk elhelyezni a munkásainkat, és innen, amikor visszaszedjük őket, innen kapunk majd különböző nyersanyagokat. Segédkártyák a játékosoknak a szabályokkal, egy kis húzózsák a különböző nyersanyagokkal, amik repülőgép alkatrészek, üzemanyag, propeller, kerék, rádió és ejtőernyő. A lapkák egy kezdő szigetlapka és három színben, a szigetlapkák lila, piros és sárga. Természetesen a lilán nem csak lila szigetek vannak, hanem mindenfajta lila, piros, zöld. Igazán ez csak a tábla összeállításnál számít, hogy mennyi lilát, mennyi pirosat és mennyi sárgát teszünk be abba a pakliba, amiből aztán összeállítjuk a szigetet. Ugye itt vannak a szigetlapkák. A szigetlapkákon rajta van, hogy milyen színű maga a sziget, tehát milyen nyersanyagot kell fizetnünk, hogyha odalépünk. Helyek a hangároknak, miért a győzelmi pontot, ez például fix 4 győzelmi pontot ad.
és azt csinálja, kicsit puskázok a szabálykönyvből, mert amúgy nem túl egyértelmű, hogy mi mit jelent. Ez például azt jelenti, hogy a sárga nyersanyagot bármilyen nyersanyagnak használhatom. Ez például azt csinálja, hogy ad 3 győzelmi pontot, és a sötét kék szigeteken nem kell fizetnünk nyersanyagot, ha oda repülünk. De vannak olyanok, amik azt mondják, hogy kapunk 3 győzelmi pontot, és egy darab bármilyen általunk választott nyersanyagot. Kapunk 3 győzelmi pontot minden olyan szigetért, amiért, ahol a hangár építését 3 nyersanyaggal kell fizetni. Vagy kapunk 3 győzelmi pontot ezért és ilyen alakba a lapkákért. Ami azt mondja, hogy annyi pontot ér, amennyi ide van írva, minden külön csoport szigetért, ahol van egy vagy több hangárunk. Tehát az ennek, hogy ne legyenek összefüggőek a hangáraink, és így tovább, és így tovább. Egy kicsit a szimbólumok nem éppen egyértelműek, tehát játék közben is rá kell nézni itt a szimbólum magyarázatra, de amúgy túl sok szimbólum nincs, csak nem túl egyértelműek. És a játékos színenkénti alkatrészek, 5 darab kis műanyag meeple, egy hidroplán, és 20 darab, ha jól emlékszem, 20 darab hangár. Úgyhogy ennyi alkatrész van a játékhoz. Az inzert, ami benne van a dobozban, tökéletesen, teljesen jó, bőven elfér benne minden, jól is tartja a dolgokat, tehát nem igazán szóródnak szét benne az alkatrészek. Felpakolok egy táblát, egy játékot, és nagyon röviden megpróbálom nektek elmagyarázni, hogy hogyan is működik a Wayfinders. Fel is pakoltam a játékot, ugye minden játékos kap egy hidroplánt, 5 munkást és 10, nem 20, 10 hangát, egy véletlenszerű nyersanyagot, játékos számtól függően feltöltjük, nem látszik, feltöltjük a nyersanyagtáblát. Ugye két játékosnál csak az első 4 sort, 3-nál még 2-t, 4-nél még 2-t, véletlenszerűen, és indult a játék. Két akció közül választhatunk minden körben, vagy elhelyezünk egy munkást valamelyik nyersanyagsávhoz, vagy visszaszedhetjük a munkásainkat, és nyersanyagokat kaphatunk, és repülhetünk a repülőnkkel, és hangárokat építhetünk. Ugye, amíg nincs egy munkásunk seletéve, addig egyértelműen le kell helyeznünk munkást. Ha egy munkásunk sincs, akkor értelemszerűen muszáj felvennünk a munkást. Elhelyez a kék egy munkást, elhelyez a fehér egy munkást, elhelyez a kék egy munkást, elhelyez a fehér egy munkást, elhelyez a kék egy munkást, elhelyez a fehér egy munkást, elhelyez a kék egy munkást, és akkor mondjuk a fehér azt mondja, azt akarnám mondani, tehát úgy akarnám visszaszedni, hogy legyen is értelme, de még úgy nem tudok, akkor a fehér megint elhelyez egy munkást, a kék is elhelyez egy munkást, és akkor mondjuk, most mondja azt a fehér, hogy visszaszed. A visszaszedés úgy megy, hogy teljesen mindegy, hogy a munkások milyen sorrendben vannak felrakva. Ha egy játékos mondjuk most a fehér azt mondja, hogy visszaszed, akkor minden egyes munkásáért kiveszi a legfelső nyersanyagot. Tehát ha most ilyen sorrendben raktuk volna fel a munkásokat, és most a fehér azt mondja, hogy visszaszed, akkor is ő veszi ki a legfelsőt. Itt teljesen mindegy a munkások sorrendje. Az lényeg, hogy mikor mondom azt, hogy visszaszedek, és mikor visszaszedek, akkor felülről kell elkezdenem kivenni a nyersanyagokat. Ugye innen egyet,
Ebből a sorból pedig, mivel itt három munkás van, és max. Három munkás lehet egy sorba, mind a hármat megkapom. És miután megkaptam a nyersanyagokat, repülhetek a repülőmmel, és építhetek. Ugye próbáltam úgy kiszedni a nyersanyagokat, hogy tudjak is valamit csinálni. Átrepülök ide, azért, hogy ide repülök, befizetek egy zöld nyersanyagot, beadok egy piros és egy sárga nyersanyagot, és én építhetem meg az első hangárt itt ezen a szigeten, ami azt csinálja, hogy kapok egy általán választott színű nyersanyagot, mivel lila nem nagyon van kint, rádió, ezért azt választom, hogy kapjak egy lilát, és ez a lap a játék végén három győzelmi pontot fog nekem érni. Ha háromnál több nyersanyagom lenne, akkor el kell dobnom úgy, hogy csak három maradjon, és felcsúsznak a megmaradt nyersanyagok, felcsúsznak, és fel kell töltenem őket, mielőtt a másik játékos jön, és ott a kék játékos jön. A kék játékos nem tud más csinálni, mint hogy azt mondani, hogy visszaszedi a munkásait, mert mint az öt munkása itt van, megkapja az öt munkását, megkapja az öt nyersanyagot, és ő is elindul valamerre. Mondjuk, elindul erre, fizet egy lilát azért, hogy idejött. Ide egy lila nyersanyagot kellene beadni, amit nem tud, mert nincs neki lila, de bármikor felhasználtunk két egyforma nyersanyagot egy másik helyet, tehát azt mondom, hogy ez a két piros egy lila, megépíti ide a hangárját, és ez a hangár azt csinálja, hogy egy pontot ad a kör végén, vagyis ez a sziget, viszont innentől nem három nyersanyagot tarthat meg, hanem négyet. Megint feltöltjük a nyersanyagokat, és most a fehér játékos jön. És ez így megy addig, amíg egy játékosnak csak kettő vagy egy hangárja marad, akkor mindenki befejezi a körét, az utolsó kört, és utána összeszámoljuk a pontjainkat. Ami nagyon lényeges, hogy ha építünk hangárokat, azon a szigeten bárki ingyen átmehet, nem csak az, aki a hangár. Tehát ha mondjuk a kék ide lép, hiába a fehérnek van itt hangárja, de ingyen van neki. Tehát egy kicsit össze is dolgozunk, kicsit egymást is segítjük a játékba abban, amit csinálunk. A másik lényeges dolog, hogyha valakinek már van valahol egy hangárja, és a másik játékos oda akar építeni hangárt, tételezzük fel, hogy neki van piros, akkor a nyersanyagokat nem a bankba, a zsákba teszi vissza, hanem odaadja annak a játékosnak, akinek az egyes számú helyen van a hangárja. És nagyjából ennyi. És ugye a játék végén összeszámoljuk a fix pontokat és az olyan pontokat, amik nem fix, vagyis az olyan szigeten lévő hangárjaink után járó pontot, amik nem fix pontot adnak. Ugye például ez azt mondja, hogy 3 pontot kapunk minden olyan szigeten lévő hangáron, amiért 3 nyersanyagot kellett fizetni. És akinek a legtöbb pontja van, az nyeri a játékot. A megmaradt nyersanyagok is érnek egy pontot, és minden munkás, aki itt van a nyersanyag táblán. És ennyi. Ennyi nagyjából a Wayfinders. Összepakolok és elmondom, hogy mi a véleményem a játékról. Nos, a véleményem a Wayfindersről. Alapjában véve a játék, a doboz szerintem tetszetős, egy jól kivitelezett játék. Én amúgy is szeretem a Pandasaurus játékait, szerintem hozzák a Pandasaurustól, hozza a játék a Pandasaurustól elvárható minőséget. Az alkatrészek jók, viszont a műanyag meeple-ök kimondottan sorjásak. Tehát annyi a sorjásak, hogy Júlcsi megkérdezte, hogy ugyanúgy, ahogy a különböző papír, tokenek meg alkatrészek ugye punchboardból, kinyomótáblából jönnek, hogy a meeple kereten voltak-e, mint mondjuk a Warhammer-es figurák, és én vágtam-e ilyen csúnyán le őket, és egy kicsit meglepődött, mikor azt mondtam, hogy nem. Úgyhogy nem igazán a legprecízebb, legpontosabb, legszebb öntések,
bizony sorjázni kellett a meeple-öket ahhoz, hogy például megálljanak egy vízszintes felületen. A játék grafikája egy egységesen kellemes stílusú, nagyjából hozza ezt a kicsit retrónak tűnő, retro képeslap vagy retro útikönyv típusú ábrázolását a különböző szigeteknek, de szerintem teljesen jó. A játék nagyon egyszerű, ugye két nagy játékmechanizmus van benne, az egyik ez a munkás elhelyezés, és amikor visszaveszem, akkor kapok nyersanyagokat, a másik pedig a repülőgépünknek a léptetése és hangárépítés. Érdekes kombinációt ad ki, nem mondom azt, hogy zseniális és korszakalkotó, de egy érdekes kombinációt ad ki ez a két mechanizmus, egy érdekes játékot hoz létre. A játék nem igazán hangulat függő, tehát bármi más lehetne a témája, ugyanígy működne. Nem igazán segíti azt, hogy a játékosok beleéljék magukat a játék hangulatába vagy a világába. Ettől még a játék működik, én alapjában minden játékba szeretem magam beleélni, nem éreztem azt, hogy rosszabb játékélményt nyújtana ez a játék így, hogy nincs egy túl nagy beleélése, mint hogyha szuper szinten biztosítaná a beleélést, de tény az, hogy bármi más is lehetne a témája a hidroplános sziget felfedezés helyett. A játék változatos, újra játszható, és ez leginkább a moduláris táblának köszönhető. Nagyon változatosan tudjuk felrakni a szigeteket. Alapjában véve ugye van a szabálykönyvben egy alapszabály, hogy hogyan rakjunk fel a szigetet, de a legutolsó oldalt a szabálykönyvben már vannak különböző változatok, variánsokra ajánlat, hogy ne legyen minden sziget felfedve a játék elején, tehát fel kelljen ténylegesen vezetni, vagy az, hogy hogyan állítsuk össze a háromszínű szigetlapkákból a szigeteket, úgyhogy változatosság mindenképp van benne, van a játéknak újra játszhatósága, és amúgy nem egy túl hosszú. A doboz 25-45 percet ír, szerintem teljesen reális, úgyhogy egy kellemes fillerjátéknál egy kicsit azért komolyabb. Amúgy a mechanizmus érdekes módon ez a rakjuk le a munkást, és mikor visszaszedjük, akkor kapunk nyersanyagokat. Ugye nekem egy komolyabb játékból, a Manhattan Projectből ismerős, tehát ennek van mélysége. Itt nagyon leegyszerűsítették ugye az öt alkatrészre, de ehhez képest a játék egy nagyon könnyed, nem egész estés játék. Tőlem ezek alapján egy 4-es, egy jó értékelést kap, ez egy jó játék, kiválónak nem nevezném, semmi olyat nem tesz le az asztalra, ami alapján azt mondanám, hogy már pedig ez egy kiváló játék, de egy jó játék, szórakoztató, a partik gyorsan lemennek, azon gondolkoztam értelem, hogy mondjam azt, hogy érdekes, érdekesnek nem mondanám, de egy szórakoztató jó játék. Úgyhogy tőlem egy 4-est kap, és szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Köszönjük a Társas Navigátor segítségét a mai epizód elkészítéséhez. A társasnavigator.hu weboldalon találjátok a webshopot, ahol elképzelhetetlenül kedvezményes áron vásárolhattok. Ha ki szeretnétek próbálni a játékokat, kölcsönzésre is van lehetőségetek személyesen Budapesten, az Etele út 57-ben lévő irodában.